lencse mögött lett a címe ennek a sorozatnak. Minden a lencséről szól. Milyen lencsét használok, akár a fotózáson, a fényképezőgépről van szó, vagy hogy milyen a telefonunk lencséje. Szélesebb látószög, közelre fókuszálható, vagy távolra. Nekem ez nagyon fontos már egy hosszú ideje. A szememben milyen a lencse? Ahogyan van is egy ilyen kifejezés, hogy mi van a lencse mögött, de most a sors érdekes fintor az, hogy most az én lencsém mögé megyünk. Szevasztok! Itt vagyok egy hotelszobában, Győrben. És az apropója annak, hogy itt vagyok, hogy hát most már hosszú ideje küzdök a szememmel. Nem igazán látok rendesen. Már kb. 10-12 éve vagyok szemüveges. Nagyon hosszú ideig használtam is szemüveget. Nenesi páron azért van napszemüveg, mert ez dioptriás. Ja, igen, mert nem látok. A dioptriás szemüvegét meg elhagyta valahol. Nem, egyszerűen csak ha ezt nem veszem fel, akkor nem látok semmit. Így legalább látok, kicsit sötétebb ugyan, de remándul. Tulajdonképpen a fő baj az volt, hogy én fotósként eléggé nehezen tudok hozzászokni ahhoz, hogy a fényképezőgépet folyamatosan nekitámasztom, leteszem, fölveszem, nekiütődik, összekarcolom, elhagyom, összetöröm, szemüvegektől megőrülök. Ráadásul az én szememnek multifokális szemüveget, se távolra, se közelre nem látok. Élesen, már egy jó ide nem hordok szemüveget. Az egyetlen, ahol tisztán és élesen látok, az a fényképezőgépemnek a keresője, mert ott be tudom állítani a dioptriát. Telefont sem látom tisztán. Egy A4-es papíron a szöveget nem látom tisztán, a tévét se látom tisztán, a mozit se látom tisztán, gyakorlatilag nem látok tisztán semmit. És miután az a szakmám, hogy én látok, ez mostanra rettenetesen felhúzott már pár éve. Gondolkodom azon, hogy megműtetem a szemem ilyen lézeressel, csak arról meg kiderült, hogy azt nem lehet. Nem elég vastag a szaruhártya. Baráti körünkbe bekeveredett egy szemorvos, dr. Berecki Árpi, ő itt van Győrben. Megnézte és kiderült, hogy be lehet ültetni lencsét a szemembe, ami eleinte eléggé riasztónak tűnt. Most már évek óta erről beszélgetünk az Árpival. Tulajdonképpen most jutottam el arra a pontra, hogy nem szeretném ezt tovább húzni. Holnap reggel bemegyek az Árpi klinikájára, megműt engem. Egy szenzációs csávó, ez egész biztos. Pontosan tudom, hogy ő benne megbízhatok, és pontosan ezért is átadom az én világomat, az én szemem világát átadom neki. Azt ígérte, hogy ez egy nap alatt meg fog oldódni ez a probléma, holnap után délután. Egy nagyon kemény, nagyon komoly fotózásom van, ezt ő vállalja, hogy én holnap után, délután ott fogok állni. Egyébként egy brutális produkcióval készülünk, 130-140 embert fogok lefotózni egy bányában, ahol sok statiszta és világítás is. Szóval ez egy óriás feladat lesz, ezt szeretnék egyszer és mindenkorra tisztán látni. Atya világ. Igen. És ez is csak csinos. Csak egyszer. Mokakó! Mikulás reggeljön. Hát lám, mondtuk neki. És végre hozom, mert te is mondtad. Én a fejében vagyok, hogy mondtam, hogy jó gyerekek voltak, mert azért ugye ezt tudjuk, hogy... De nem is igaz. Konkrétan 4 perc sétára vagyunk a szemkülétben túl. Őrlet. Szóval még emiatt a Mikulás is gyerekek. Mi idegendársak? Hogy a Mikulás is meg akartam ütetni a szemkülétben. Egyébként nem. Szóval elpítom, hogy megkérdezzük, hogy esetleg nem járt el a Mikulás éjtek meg. Na, nekívül. A sleppet. Nálási Pali és a slepp. A sleppet. Megjöttünk. Lézerközpont. De jó Isten, lézer, itt nem lézerharc lesz, remélem. Én szívesen nem megyek lézerharcra. Igen. Mondok az Árpiszen asztal. Itt vagyok. Várjuk a párt, azt nem tudom, amit utána, hogy mi fog vele. Ja, 2-3 óra? Igen. Akkor visszamesítünk a modellbe. És amikor készen van, felhívtok, és akkor te tudunk jönni? Igen. És akkor nem fog rendesen látni, és akkor majd kísérgetni kell? Igen, majd ezt akarom. Nem, hát lehet sétálni. De ha nem látok, hogy fog átsétálni. Hát úgy fogom a kezedet. Ja, azért annyit látok. Jó, akkor jó. Ki ne derüljön, hiszen élesen kezdesz látni, hogy nem is én vagyok. Álmaid asszony. Jó. Thank you.
Igen? Kezdj csokon. Nem is. Prinesz kell egy ilyen kütyül. De nem ekkorát fogsz a szememben berakni. Nem, ezt sem mondani, ez a frant. Ugye, hogy ezt így kell kezdeni, így áll bent a szememben, mert a szembelsőben. Ezt megszokja a szememben, hol nézek ki? Nem, ez mondja pedig, ez nem nagy darab kifogás szemben. Szemben tényleg azt mondta, mondasz, hogy előre nézek a távol, vagy lefelé, akkor közel a kifogás, intrakulálisan, semmiről mi beszélünk, az egy olyan kapcsán, hogy ahol nézel, Tehát, hogy ilyen koncentrikus körök vannak rajta, és ez egy ilyen folyamatos fókusz biztosít. A koncentrikus körök szórják a fényt, ez egy picit az elejezen való, de ez az agyuk, ez kompenzálja jobban. Nem törvényszerűen, hogy látni fogod, de benne van a papírban. Nekem miért nem lehet ezt a lézerest? Miért kell, hogy lencsét? Hányos vagy? 50 leszek. Hát ezért. Úgy kell az egészet elképzelni, hogy ez a szemgolynak a keresztmetszete. Itt van bent egy ilyen kis szerkezet, ez a neve egy lencse. Ezzel fókuszálunk, távol közel egyaránt. Ennek a fókuszálása, a működési képessége egyébként elég jelentősen lecsökken 40-45 fölött. A szemgolyó hossza meg a görbülete adja a dioptriát. Aha. És ezt ki is lehet javítani. Csak hogyha ez a kis szerkezet már nem tud alkalmazkodni, akkor hiába be lehet állítani a szemgolyt egy adott távolságra, mondjuk távrajolással, a közeli már nem működik, mert ez már nem tud mozogni. Egy részét megtartjuk, és akkor ennek a helyre kerül be a műlencse. És az egészet úgy kell elképzelni, hogy gyakorlatilag lézergép csinálja egy ezeket, a sebeket. Tudod, itt, meg itt, két pici seb. A szembogár az tágabb lesz egy picit, és azon keresztül csinálja egy ablakot ebbe a lencsébe. Teljesen centrális, 14 méter pontosággal lehet szabályozni az egész történetet. És akkor úgy működik, hogy a lencsének a héját megtartjuk, viszont a belsőt eltávolítjuk. És ebbe a zsákba kerül be az a műlencse, amit az előbb mutattam neked. És a sima lézeresnél ott pedig ennek a felülete van? A sima lézeresnél úgy működik, hogy itt van a szalonhártya, tudsz itt plusz 6 és minusz 11 között. Ilyen gép függő, de alapvetően ezeket tudod korrigálni. Nálad, ami van, tudod, van egy pici hullám is meg pluszba. Aha, az, ami a cilinder? Az, ami a cilinder, az adja a cilindert. Aha. Én valahol a multifogás nincsen, meg a cilinder nem igazán szereti egymást. Uh-huh. Szerintem esetleg van egy olyan 5%-os esély, hogy valamikor meg kell finomítani a lézerre rá, hogy tökéletes legyen. De a lencse után nem fog kell összeveget tartani, se távol, se közel. Egyébként ez a lencse, ami most bekerül, az meg nem változik, öregszik, vagy az nem csinál semmit? Nem, semmit, azt túlél minket. Lássuk. És most az fog történni, hogy... Amit előkészíted be, és akkor a kollégának akkor az aranka csöpögtet neked, és ez megy, hogy egy órás folyamat. Na, ez jó hangzik. Én egy kicsit szigorúbb vagyok, mint ő. Tényleg? Jó. Csöppentenék egyet, aha, mindegyik szembe, az első szemcsepp csipni szokott, és akkor utána beszélget. Mit látok? Na, nem annyira élesen. Köszönöm, annyira éles, igen, mert megtállítottunk. Nagyon ki kell tárnyítani a pupillát, ahhoz, hogy hozzáférjünk a lencséhez. És most már egész idő ilyen. Tehát nagyon tárnyal. Tényleg? Itt már nagyon világos van. Hellóka! Látás lettem közben, lehetem katasztrófa. Egy fogorvos az rosszabb, nem? A fogorvos rosszabb, az egész biztos, hogy a fogorvos az rosszabb. Most pihen még egy picit? Aha, igen. Jó vagyok rajta.
de azért még pihegek picit, jó? Majd hívlak, ha már aktuális, és visszajártam a szépségem és a látásom. Most egyébként egy kicsit homályosan, de azért látom. Látsz? Úgy tűnik, hogy... De, arra. Úgy tűnik, hogy egész jól lát. Akarsz vezetni? Vagy azt azért még nem. Nem. Az autókat felismered? Persze. Ez itt egy autó. Ez itt egy autó. A másik oldalra szállj be, szerintem most még inkább. De apa, egész jól közlekedsz. Én azt hittem, rosszabb lesz. Figyelj, az a legjobb, hogy a végén egy olyan jót aludtam, hogy ezt elmondom. Én tudom, mert itt voltunk már kétszer. Megkötöm az övecskével. Valami diszkomfortod azért van, vagy valami fájdalom? Nem voltam most diszkomfort, egy jó ideje már. Most könnyezik kicsit? Most könnyezik kicsit. Jelentem, itt vagyok a szobába. Most kicsit ledöltem, de nem azért, mert fáradt vagyok, hanem mert, hogy hát azért nem látok túlságosan élesen ezekkel a műanyag védő cuccokkal, mert nem lettem a világ legszexibb embere. Ez még holnap reggelig rajtam fog maradni, de érzésre egész kicsit, talán az egyik itt a bal szememnek picit csíp, nem jelentősen. Ez bődületesen tempós volt, gyors volt, őszemenként volt egy olyan 4, max. 5 perc. Brutál, hogy hol tart a technika, és hogy ez a leddelő, vagy ez a lézerklinika, ez mennyire hihetetlenül felszerelt, tehát ezek a gépek, amikkel ők dolgoznak. Tényleg elképesztő, na. Mindenki kedves, nincs kórházszak, ez egy jó élmény volt. És most lehet, hogy még alszom egy kicsit. Nem tudom, hány óra van, de nagyon régóta alszom. Nem valószínű, hogy azért, mert szemműtétem volt, hanem mert végre alszom. Nem tudom, mikor aludtam utoljára ennyit. Nem tudom, látszik-e valami a szememben, de még nem látok élesen. De most ezt visszarakom. Nagyon jó. Fájdalom semmi nincs. Úgyhogy ennyi. Na, hát most ezt a bígyót levettem a szememre. Én kis lukacsok voltak egyébként. Egy ilyen biztonságérzet volt, hogy védi a szememet. Fájdalom továbbra sincs. Semmilyen fajta fájdalom nincs. És most az, amit az RP valóban mondott is, hogy a fénypontok körül ilyen kicsit ilyen körkös glóriákat látok. De hogy kezdenek élesedni a dolgok. De jó vagyok, minden jó, és holnap reggel 9-re pedig megyünk kontrollra. Na jó hét! Na kérem, jó reggelt! Jól vagyok. Nem, még nem vagyok százos. Olvasom el! Megvan az a? Aha, várjuláson felül. Oké, leveszem ezt a szemüvegem. Két szemmel az igazi, és ez makrónakra tisztítani fog. Jó, én van a vezetőjön és látása, de senki üles azért van tényleg. Aha. Tehát nem az, hogy ma a estére már visszakadjunk, mert most is fél úton van, de este nem lenne lesz fogsz. Nagyon jó, köszi Árpi! Rendben vagy látásod? Látásom az rendben van. Látok. Tehát látom, hogy rajtad egy zöld kabát van. Ez nagyon sokáig még ez jó vicc. Ezzel még egy darabig viccelni fog, nem minden jó. Akkor itt hagyunk dolgozni a bányában. Apa elment a bányába dolgozni. Fantasztikus ez a hely. Amit az Árpi mondott, hogy egy nappal a műtét után én már munkaképes leszek. Ez stimmel. Ez stimmel. Menjetek nyugodtan. Vigyázz magadra, itt hagyunk. Szia, apa. Szia, apa, jó legyél, és próbálj meg jót. Na, itt a jócom. Jó, jó. Balkónak most műtötték a szemét. Először megpróbálom a kicsit, ha ezt be tudod fűzni, akkor is.